Köszöntöm nézőnket, Dobos László polgármester úrral beszélgetünk itt a toronyház mögötti megújult játszótér avatásán, de nem csak ez a beruházás készült el, mi minden valósult meg? Egy topos pályázaton 141 millió forintot nyert önkormányzatunk, ami 100%-os támogatottságú, és ez 6 részből álló egy belső városi térrendezés szolgál. Két játszótér felújítása került ebbe a projektbe. Térkövezés, a Kossuth térnek a megújítása új növényekkel, új díszító elemekkel, új padokkal, valamint ebben a pályázatban sikerült megoldanunk kerékpártároló építését, nyilvános WC építését, és a park belső részén, a református templom környékén is egy térburkolásos új terület került kialakításra, valamint a virágpiac is megújulásra került. Ez több száz négyzetméter megújulása volt, és hát olyan terek nyíltak meg, ahol esetleg a későbbiekben rendezvényeket is lehet majd tartani. Hát egyértelműen az emberek életkörülmények, a közérzetüknek a javítását célozza mindez a beruházás, és természetesen a rendezvények, koncertek lehetősége is adott ezeken a területeken, ez is hozzátartozik a hétköznapokhoz, meg az ünnepnapokhoz is, természetesen remélem, hogy sikeres és eredményes lesz ezen irányú fáradozásunk. Köszönjük szépen! Köszönöm a lehetőséget! Kovács Sándor országgyűlési képviselővel beszélgetünk, aki a személyes élményeit is felidézte a másik játszótérnél. Azt gondolom, hogy itt is talán olyan játékot, amin, ha még ekkora gyermek lenne, mint itt mögöttünk játszanak, tudna játszani. Igen, kitűnőek ezek a játékok, de annak idején minket nem zavart, hogyha fára kellett mászni, megtaláltuk azokat a lehetőségeket is, de azt látom, hogy a 21. században a mostani gyermekeknek kell ilyen játszótér, amely biztonságos, ami fejleszti a mozgásukat, fejleszti a mozgás koordinációjukat, és jó azt látni nekem is, mint gyerekes szülőnek, hogy lehet hozni a gyerekeket játszótérre, biztonságos játszótérre, hiszen nem csak a gyermekek élvezik a játszóteret, hanem a szülők, nagyszülők, akik kikísérik a gyermekeket ezekre a játszóterekre. Mert ha nyugodtan lehet kihozni, és nyugodtan lehet itt a gyermek, az mindenkinek jó, a gyermeknek, szülőnek, nagyszülőnek, és hát így az egész városnak. Ennek a beruházásnak csak egy része volt a két játszótér, ezen kívül azonban a város több pontja is megújult. Így van. Én úgy gondolom, hogy Karcag egyébként is egy szép, nagyon parkosított város. Talán az ország egyik legszebb és legjobban parkosított városa, de mindig van mit javítani, mindig kellenek új ötletek, padok, bútorok, köztéri bútorok, parkosítás rész. Én azt gondolom, hogy mindig lehet mind javítani, és ez az alkalom is olyan jó helyre került, még élhetőbb és még szebb lesz ez a város. Köszönjük szépen! Köszönöm! Dr. Fazekas Sándor országgyűlési képviselővel beszélgetünk. Itt a gyerekek mögöttünk már birtokba is vették ezt a játszóteret. Azt hiszem, hogy ez egy nagy élmény lesz mindenki számára ezen a gyönyörű napon. Karcagon az idén is több fejlesztés készült el, több beruházás valósult meg. Ezek közül különösen érdemes kiemelni a Kisújszállási út beltöleti szakaszának a felújítását, de kosárlabda liget épült a Nagyvénkertben, sőt egy új műveszpálya is hadrendbe lépett az ipariskolánál, most pedig két játszótér, piacfelújítás is a Zöldváros programban elkészült. Én gratulálok ehhez az önkormányzatnak, és bízom benne, hogy a karcaiak számára is ezek a célokat, amelyeket kitűztünk, azokat fogják teljesíteni. Köszönjük szépen! Köszönöm.